Ismét összecsapott egymással a Kecskemét és a Paksa férfi NB1-es kosárlabda bajnokság elődöntőjében, ezúttal a Híres Városban. A találkozó eleje a paksi meccshez hasonlított, alig esett kosár, 5 perc elteltével 5-5 volt az állás. Aztán belemelegedtek a csapatok, a hazaiaknál kinni, az atomerőmű esélyben Szabó, Kovács és Dugá is betalált. 20-21 volt a táblán 10 perc után. A folytatásban továbbra is egymás közelségében voltak a felek, többnyire az ASE vezetett. Ebben a periódusban is a küzdelem dominált, sok volt a hiba mindkét oldalon, de a keménységért sem mentek szomszédba az egyletek. A nagyszünetben 32-36-ot mutatott az eredményjelző. A fordulás után 9-3-mal kezdett a KTE, az Atom nehezen találta a gyűrűhöz vezető utat, de harcolt a Zunics gárda és nem hagyta magát leszakítani. Az etapot ugyan 21-15-re az Ivkovics tanítványok nyerték, így is 2 egységgel volt lemaradva a Paks. A záró felvonásban többször egyenlített az ASE, de a vezetést nem sikerült átvennie, a liláknak mindig volt válaszuk a piros-kék pontokra. Zunics edző időkérésekkel próbálta elejét venni a nagyobb differenciának, kevés sikerrel. A győzelmet ekkor már nem engedte ki kezéből a kecskeméti alakulat, és megnyerte a felek közti nagyon fontos harmadik összecsapást. A végeredmény KTE Duna Aszfalt atomerőmű ese 67-60, a 3 győzelmig tartó párharc állása 2-1 a Kecskemét javára. Nagyon csalódott vagyok, hogy nem sikerült behúzni a győzelmet, hiszen sokáig jól játszottunk, az utolsó negyedre kicsit szétcsúszott a játékunk, és nem azt játszottuk, amit tudunk és amit kellett volna. Igen, ez döntött a számukra, hogy valahogyan egy picit szervezetebbek voltak, támadásban betaláltak kintről, amit nagyon fontos volt, amit mi nem tudtunk, de szerintem egy jó, izgalmas meccs volt, közel álltunk, kikényszerítettünk az ellenfelt egy nagyon szoros meccsre. Gratulálom mind a két csapatnak. Itt az a baj, hogy két csapat, melyik elég fegyelmezett és elég keményen játszik, és azért nem tudom szomorú lenni, ha Paks is megveri minket, mert ha kikaptunk a Pakson múltkor, és kikaptunk egy jó ellenfeltől.